Januártól, ahogyan említettem, a Nyíregyházi Főiskola egyetemként működik tovább. A Nyíregyházi Egyetem 2020-ig megfogalmazta a stratégiáját, amelyben több ponton nagyon fontosnak tartja a minőségi oktatás elérését a duális képzéssel, és szeretné megerősíteni a pedagógus képzést is. A Nyíregyházi Főiskolának a 2000-es évek közepén volt a legmagasabb a hallgatói létszáma, közel 13 ezeren jártak az intézménybe. A 2012-ben bevezetett felsőoktatási keretszámok már behatárolták azt, hogy mennyi jelentkezőt vehetnek fel az egyetemek, főiskolák. A limit szinte mindenhol csökkentette a létszámot. Ezt követően a felsőoktatásban elindított profiltisztítás után, ami bizonyos szakok, képzési területek fokozatos kivezetését is magába foglalta, csökkent a hallgatói létszám. Körülbelül 4200-an tanulnak az intézményben jelenleg. Az ország keleti régiójában a Nyíregyházi a legnagyobb felsőoktatási intézmény. A jogelődöt, a Besenyei György tanárképző főiskolát azzal a céllal alapították 1962-ben, hogy itt képezzék a később a környék általános iskoláiban tanító pedagógusokat. Az évek során a minőségi oktatásnak és a kiváló pedagógiai műhelymunkának köszönhetően országos hírű lett a tanárképzés a Nyíregyházi Főiskolán. Azóta a mestertanári képzésekkel már egyetemi végzettségű pedagógusok is végeznek az intézményben. A tanár és tanítóképzés mellett a mezőgazdasági képzési irányok, majd a műszaki képzések is vezető szerephez jutottak. Mára nemzetközileg is elismert az intézmény, értékeik megőrzése mellett a 21. század követelményeihez folyamatosan alkalmazkodó stratégiát választott, jól felépített kari struktúrát alakított ki, és most már az egyetemen meghirdetett szakok, képzések tartalma rugalmasan változtatható és alakítható a munkaerőpiaci igényekhez is. Szeretnék, ha 2016-ban nem csak nevében változna az intézmény, hanem valóban az egyetemi ranghoz méltó képzési és szolgáltatási színvonalat nyújthassanak. Az egyetem új rektora ezt tartja a legfontosabbnak, dr. Onder Csabát köszöntöm itt a stúdióban, jó estét kívánok! Ugye idéztük több nyilatkozatából ezeket a gondolatokat, az egyetemi válással magasabb hallgatói létszámot szeretne elérni az intézmény, és minőségi oktatást, egyetemi rangnak megfelelő minőségi oktatást, ehhez megvan már a stratégia, hogyan? Hogyan van meg a stratégia? Hát írtunk egy stratégiát. Ezt intézményfejlesztési tervnek hívják a felsőoktatásban. Minden intézménynek el kellett készíteni ezt a stratégiát. Mi azért vagyunk érdekes, vagy bizonyos szempontból jó helyzetben, hiszen a Nyíregyházi Egyetemnek kell elkészíteni ezt a stratégiát. Ez az egyetemi lét azért új perspektívákat és lehetőségeket nyit számunkra. Én itt a munkák során, amikor a stratégiai elveket kialakítottuk, illetve az egyes akcióterveket fogalmaztuk meg, ez a munka egyébként még nem zárult, de hamarosan vége lesz, akkor én arra biztattam a kollégákat, hogy tekintsünk úgy a lehetőségünkre, hogy tabula rasa van, üres papír áll előttünk, próbáljuk meg most megfogalmazni azt, hogy milyen egyetemet szeretnénk mi önmagunknak, milyen egyetemet szeretnénk látni mondjuk 20-30 év múlva Nyíregyházán, hogy nincsenek tabuk, vannak komoly hagyományaink, komoly eredményeink. Nyilván ennek is köszönhető az, hogy ezt az alkalmazott tudományegyetemi státuszt megkaptuk. Ugyanakkor most van arra nagy lehetőségünk, hogy tényleg lerakjuk az alapjait, lehetőleg a biztos alapjait egy olyan intézménynek, amely hosszú ideig fogja majd itt szolgálni a városlakókat, a megyei. Nyilvánvalóan ez a stratégia, amit most emlegetünk, ez egy iránymutatás arra, hogy hogyan működjön az intézmény szakmailag, gazdaságilag, stb. Én arra gondoltam, hogy hogyan fogja elérni az intézmény azt, hogy az egyetemi rangnak megfelelő képzést biztosítson a hallgatók számára, illetve azt, hogy minél több hallgatónak vagy hallgató számára vonzóvá tegye az intézmény. Hát... Kezdhetnénk ott is, hogy ki mit gondol az egyetemről, és mondjuk mi a tudományegyetemnek a feladata, vagy mi egy alkalmazott tudományegyetemnek a feladata. Az előzmény annyi, hogy 2014-ben a felsőoktatási államtitkárság megálmodta, úgy tetszik, megrajzolta a magyar felsőoktatási jövőjét 2030-ig,
és ott az Észak-Alföldi régióban lévő intézményeket végig gondolva úgy gondolta, hogy itt szükség van egy nagy tudományegyetemre, ugye ez a Debreceni Egyetem, emellett pedig egy alkalmazott tudományok egyetemére is. Ránk esett az államtitkárság választása, ennek mi nagyon, nagyon örültünk. Nyilván azért is esetett ránk a választása, mert a jogelőd intézmény, a Nyíregyházi Főiskola, illetve korábban a Besenyei György, illetve az Agrár, az Gödöllői Agrártudományi Egyetem itteni főiskolája folytatott olyan képzéseket, olyan alkalmazott kutatásokat, amivel mindezt megalapozhatta. Az egyetemi válasz azonban mégis másfajta elvárásokat is kíván. Itt az oktatási szolgáltatásainkban ugye már évek óta kínálunk, különösen a pedagógus képzés területén mester, vagy ha úgy tetszik, egyetemi diplomákat, képzéseket. Ezt a jövőben is szeretnénk megtartani. Amikor én azt mondom, hogy az oktatás színvonalát emelni kell, akkor igazából én annak próbálok hangot adni, hogy az oktatás tekintetében én nagyon konzervatív, szigorú elveket vallok. Én azt szeretném, hogyha a Nyíregyházi Egyetemen szerzett diploma az valóban egy komoly teljesítményt takaró diploma legyen, és ehhez az oktatóknak és a hallgatóknak is szükséges a megfelelő munkája odafigyelése. A kutatások terén viszont én azt gondolom, hogy ott a versenyre van szükség, hiszen másképp nem tudunk fejlődni, előre haladni, és itt vár ránk egy nagy feladat, ami egyébként, tehát voltak a Nyíregyházi Főiskolának is műhelyei, kutatásai, de az egyetemi lét úgy gondolom, hogy koncentráltabban kívánja meg azt, hogy figyeljünk a kutatásainkra, így az alkalmazott kutatások is kiemelt prioritást fognak élvezni a jövőben. Ez egy külön terület természetesen. Hogyha megnézzük azt, hogy néhány hét múlva, február közepéig számtalan középiskolás diák felsőoktatásba beszeretne kerülni, és egyetemet, főiskolát, de inkább egyetemet választ most már ebben a régióban is, akkor a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan mennyire fognak elgondolkodni, és mennyire fogják versenytársnak tekinteni a Nyíregyházi Egyetemet, a Debreceni Egyetemmel mondjuk, vagy az Egri Egyetemet? Debrecenen nem nagyon tudunk versenyezni, nagyon sok területen. Ő a régió zászlós hajója, alkalmazott kutatásokat folytató tudományegyetem. Nincs a Nyíregyházi Egyetemen is nem lesz orvosképzés vagy jogászképzés. Persze van számos terület, ahol viszont vannak párhuzamosságok. Én azt szeretném, és ezért dolgozunk, hogy visszanyerjük azt a bizalmat, amit egyébként a jogelőd intézmények azért megszolgáltak. Tehát a kis összefoglalóban is elhangzott az, hogy a Besenyei György Tanárképző Főiskola azért nagyon szép hírnévnek örvendett a 70-es, 80-as években. Én szeretném a bizalmát megnyerni azon hallgatóknak, akik korábban is megtették volna, hogy mondjuk a Nyíregyházi Főiskolát választják, de nem a Nyíregyházi Főiskolát választották, hanem inkább elutaztak egy kicsit odébb a környező városokba. Valóban nagyon sok hallgatót vesztett a Nyíregyházi Főiskola, és mint számos más intézmény az elmúlt években, viszont a statisztikai adatokat böngészve arra jutottunk, hogy azért a Nyíregyházi Főiskola több hallgatót vesztett annál, mint amit kellett volna, és az okokat kutatva azért rájöttünk néhány dologra. Ezen azért szeretnénk változtatni a jövőben. Azt is mindig kiemeli, hogy hasznos egyetemmé kell, hogy váljon a Nyíregyházi Egyetem. Nyilvánvalóan ez is a hallgatók szempontjából fontos, és abból a szempontból, hogy a végzett diplomások hogyan, milyen eséllyel tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Egy egyetem hogyan lehet rugalmas, hogyan alkalmazkodhat a megváltozott vagy a gyorsan változó gazdasági társadalmi fejlődéshez, változásokhoz? Igen, a hasznosságot azért emlegetem, mert tulajdonképpen ez az alkalmazás során nyújtott tudás átadásra gondolok, tehát nekünk azt kell hasznosítani, amit egyébként mondjuk a tudományegyetemek kikutattak, létrehoztak. A mi feladatunk az, hogy ezt le tudjuk fordítani a hétköznapok nyelvére, és át tudjuk adni, transformálni a tudást. Például a duális képzés az egy ilyen típusú képzési forma. Kíváncsian várom én is ennek a képzési formának az eredményeit. Ez pontosan mutatja egyébként a hasznosításnak a lehetőségeit, hiszen a vállalati partnerekkel együttműködve már igen korán meg lehet azt mondani, hogy akkor kikre lesz szükség,
milyen szakemberekre. Ez, hogy mondjam, a diploma megszerzése után is tulajdonképpen már egyfajta munkalehetőséget biztosít. Egyébként még a kérdésre visszatérve, számunkra az állam meghatározza az alapvető képzési feladatokat, mondjuk a pedagógus képzést, de hogy ezen belül mit képzünk, azt nekünk kell meghatározni. Itt pedig figyelembe vesszük azokat a társadalmi igényeket, amelyek megfogalmazódnak, és igyekszünk ezeknek eleget tenni. És mindezek mellett kell, hogy az intézmény stabilan működjön. A tavalyi évben és az azt megelőző években is ezért nagyon sokat tettek. Kormányzati szinten bevezetik ugye a kancellária rendszert a felsőoktatásban. A kancellária rendszerről korábban már beszéltünk a kancellár úrral és annak az eredményességéről is. Hogyan látja rektorként a rektori munka és a kancellári munka, hogyan fogja kiegészíteni, segíteni egymást a jövőben és tenni azért, hogy stabilan és jól működjön az intézmény? Hát ugye nem régóta vagyok ebben a rendszerben. Én alapvetően ugye oktató voltam, illetve kutató. Az intézmény első számú vezetője a rektor. Én rektorként nagy biztonságban érzem magam, hogy nekem tényleg csak az oktatási ügyekkel, a kutatással kell foglalkozni, hiszen én ehhez értek alapvetően. És megnyugtató, hogy akkor mondjuk pénzügyekkel nem kell foglalkozni. Az külön megnyugtató számomra, hogy a Nyíregyházi Egyetem kancellára, Kanc Józsefről van szó, ő az oktatásból érkezett, itt a Nyíregyházi Főiskolán dolgozott, tanított, tehát neki nem kell elmagyarázni, hogy miről szól az oktatás, és így azért sokkal könnyebb dolgozni, és közösen alkotni az egyetem stratégiáját. És hamarosan megalakul az egyetemen a konzisztórium is, amely továbbiakban ugyanezt a célt fogja szolgálni, és ugyanezt a feladatot fogja erősíteni. Nagyon szépen köszönjük, rektor úr, hogy itt volt nálunk.